Sziasztok, sziasztok, nevem Gábor László, a Fordnál vagyunk, méghozzá bemutatott a Ford most az előző órában egy csomó új autót, de főleg az új Fiesta sorozatra van szó. Hátam mögött itt látjátok, van egy pár haszon autót, igazából most majd mindjárt körbe menjünk itt ezen a nagyon nagy kiáltási részen, ahol mindegyik autókocs igazából ide van kitéve. Tehát menjünk egy kört, most kicsit a kamerám mögé megyek, és akkor szépen látjátok majd, hogyha végigmegyek, hogy itt van mindenféle kocsi, az EcoSporttól, Kugától, SUV-tól, itt minden a bal oldalt szépen látszik. Hát egy kis zene van, a szép vinyálét is látjuk, azt hiszem ez Edge vinyál, fenn még egyszer nézve kivilágítva. Próbálok elég gyorsan itt végigmenni, mert persze van elég sok minden látnivaló. Közben a falon látjátok fenn végig, hogy milyen kocsik vannak különböző színekben, meg persze a sok elég sikeres kocsi, amit Ford most bemutatott, és persze a legfontosabb dolog itt az új Fiesta, ahol egy kicsit közelebb megyünk, mert ebből is nem csak egy új Fiesta van, hanem van most egy Vignale is, az aztán ezt, amit most itt látunk, ennek csak három ajtaja van. Aztán van egy aktív, az ott fent van. Az kicsit ilyen sportosabb és SUV-sabb. Nem szabadtuk közel menni, sajnos elég nagyon újak. De persze már gurulnak, mert itt vezetik egy kicsit is őket. Nem kommentálatos, csak itt van a következő. Egy ötajtós. Érdekes kis szín. Mindenki videózik, meg fotózik, ha látok, elég sok nemzetközi sajtó van itt. Még egyszer profilból. És folytassuk a Mondeókkal, meg a többi kocsival hátrébb, ők a sportosabb kocsik. Nekem ez a Mondeo ST is nagyon tetszik, ez most nem annyira új, ezért nem állja a körbe a sok ember, hogy ez ilyen Passat konkurensnek szerintem teljesen jól elmegy. Az Edge-ből is most már van egy ST. Szerintem az SUV-ken nagyon jól néz ki előről, és persze sok más kocsit is várhatok itt, látok itt. Ebben a rövid V-logban nevezném ezt most már megint. A Focusnak is persze van estéje. Igen, ebből az RS-sel mentem, az nagyon jó volt. És jönnék is mindjárt a sportosabb RS-ek, Mustangok, a igazi sportkocsik. Itt a nagy Ford gyárnél. Kezdjük a Focus RS-sel, én ezt vezettem egy fél órát, nagyon-nagyon jó volt. Olyan, mint egy Mustang, csak kicsit kompaktabb méretben. Van persze sima Focus is, ST-ben. De aztán folytassuk itt egy kicsit sportosabb kocsival. Miért hátul is mindent megnézzük. Ez persze nem olyan dolog, amit mindennapi dolgokra meg fogunk venni, egy EcoBoost-os F-Formula 4 kocsi. Aztán jön a Mustang. Ezzel fogunk majd Las Vegas-ba elmenni kocsi. És persze a Mustang kékben is a szép csíkokkal, ahogy ismerjük. Ezeket megnézzük most hátulról is, aztán elmondom nektek, hogy igazából mit a lényeg az egésznek. Most úgy mutatom meg nektek, hogy kicsit hátrébb megyek. Még a kéket most nem tartom a képben, mert a piros az igazából elég hasonlít. De főleg a GTO-t hátul, az új Le Mans kocsi nagyon-nagyon tetszik nekem, és persze látjátok, hogy nagyon sok ember van itt a Fordnál, ahol elég sok mindent mutatott be igazából nekünk itt a cég. Most itt az előző órában, főleg a Fiesta-t fogom majd remélhetőleg hamarosan tesztvezetni, ami mindig szerintem nem beszél drága kocsi, de ezért hozott Ford ilyen sok különböző fajtát belőle, hogy majd el tudjunk dönteni, hogyha kicsit premiumba változatot akarunk, persze jobb motorral, jobb belső, meg külső dizájnnal, akkor persze ez majd kér választ. Egy kicsit hiányolom a régi grillt, amit az előző Fiesta-ban bevezettek, és amit nagyon szexisen nézett ki,
de majd hozzászokunk ez új kinézethez is. Köszönöm, hogy itt Remek Gábor Lázs, és ez volt itt a Fortuna, az új kocsik, vagyis a jelenlegi kapható kocsik is Kölnből, ahol itt igazából egy Ford gyárban állunk, méghozzá Werk F-en, ami a világ legmodernebb motorgyárja, és itt gyártják már több mint 100 éve a kocsikat, és 40 éve a Fiesta-t.